Welcome everybody to today's Mother's Day celebration. Happy Mother's Day to all the mothers, grandmothers, and we would like to invite you to enjoy the show that our St. Stephen Hungarian School and the dance troupe have prepared to for you. And I give the microphone to Gözeki Bea to say a few words. Thank you. Én is mindenkit szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk ezen a szép napon. Happy Mother's Day! Boldog anyák napját kívánunk a kedves édesanyáknak, a kedves mamáknak, dédmamáknak, ükmamáknak, nem tudom, hogy vannak-e közöttünk ilyenek. Néhány szóval annyit szeretnék mondani, hogy a gyerekek nagyon boldogan készültek erre a napra, hiszen ma lesz az én anyukám napja, mondta az egyik kisgyermek. Miután én megkérdeztem tőlük, hogy mi is ez a Mother's Day, mi ez az anyák napja, mi ez, gyerekek? Azt választotta az egyik kisgyerek, tudom, anyukának napja, nagyon jó, és ki az az anyuka? Hát ekkor elgondolkodtam, különféle válaszok jöttek, valaki azt mondta, tudod, nagyon fontos, igen, igen, és ki az? Hát anyukám, ő az egyetlen. És miért ilyen fontos nekünk ez az anyuka? Erre azt mondták különböző válaszképpen. Süt nekünk finomságot, mikor sírok, akkor megvigasztal. Nekem mesét mond, tehát mindenki talált valamit, amiért fontos volt az édesanyja. Tehát a mai napon az anyukákat ünnepeljük, és megköszönjük nekik, hogy ilyen sok-sok finomságot sütnek a gyerekeknek, és ilyen sok-sok okosságot mondanak a gyermekeiknek, és azt is, hogy a magyar iskolába elhozzák őket, és itt a gyerekek magyarul tanulnak. Köszönöm szépen! Most pedig kérném ide Bennyt, Johnnyt és Cindyt. Az édesanyja különleges helyet foglal el a szívünkben. Ő az, akihez örömünkben, bánatunkban először fordulunk, és tudjuk, hogy számára mindig mi a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Gyakran észre sem vesszük, mennyit is fárad, hogy az asztalon legyen kedvenc süteményünk, hogy mindig legyen tiszta ruhánk, meleg, biztonságos otthonunk. Anya számára mindez természetes, annyit kér csupán, hogy legyünk jó gyerekei. Néha nem sikerül jónak lenni, néha bánatot okozunk, néha nagy örömet. Előfordul, hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy fontos dolgokat is. Minden évben van azonban egy nap, amiről sosem feledkezünk meg. Ez május első vasárnapja, ekkor köszönjük az édesanyákat. Köszönjük szépen, ez nagyon kedves volt tőletek.